Jó napot kívánok, sziasztok! Köszöntöm a kedves nézőket és az érdeklődőket. Szerintem érdemes lesz velünk maradni. Egy Toyota Previánk van, egy igazi jó kis családi autó. Ez egy ugye 7 személyes darab, 2003 harmadik havi pontosan a jármű, és egy darab gazdája volt összesen, és 196 ezer kilométer futású. Nyugodtan mondhatom, hogyha beleülünk, és majd látjátok ti is, hogy újszerű állapotban a gépünk. Nagyon vonzó, és rendkívül jó autózni vele, amit ki is fogunk próbálni mindenképpen, mint ahogy szoktuk, az minden esetben. Még mielőtt túl siklanék ezen az ügyleten, ami itt van előttem, itt a kollégák már elő is készítettek nektek néhány dolgot. Itt van velem Peti és Feri kollégánk, és mint látható, egy roló van ide rakva. Hát nem véletlenül kiszedtük a hátuljából ezt a négy darab alufelnit, ez egy decent márkájú alufelni garnitúra, és ezen Firestone gumi szett van, nyári. Ez biztos, hogy felszerelhető, és tudjátok használni, most is különben nagyon jó állapotú ez a Falken garnitúra, ami rajta van, ez még téli mintával van a gépkocsin. Amúgy most vizsgázik, ugye vizsgázott, 2 év friss műszakival kapjátok, és már is beindítom nektek, vagy magamnak inkább tulajdonképpen. ...196.037 óraállásunk van. Kinyitom az elejét, és akkor megnézzük ezt a motort. Nagyon takarékos 5-6 liter fogyasztással bír egy ilyen moci, egy ilyen dízel moci, és én azt gondolom, hogy ez egy jól bevált, jó motor, nagyon sokan szeretik, kedvelik, az autószerelők sokat nem szokták bücskölni ezt, mert nem nagyon kell. A vezérlését 117 ezer nyilatszer cserélték már, ezt ide is tette a cég, amúgy Toyotában szervizelték, ennek nyoma van, lekövethető kilométerállású és karbantartású autó. Nagyon szépen dolgozik, innen letépett a takarítósunk egy olajcsere címkét, de ne jegyünk meg, mert minden esetben mi ezt szoktuk kérni, hogy ezt szépen pakolják el és tegyék el nekünk, mert erre szükségünk van minden esetben, mert ez egy nagyon jó dolog, és már is fogom nektek mutatni. A lámpák működnek benne, kötfényszoros is és lámpamosós is a Previánknak a lámpái, és így körbe mentünk, akkor megnézegetjük ezt a oldalsó részt. Egyszer ugye tolóajtós, ugye két oldal, két ugye hátsó ajtós, tolóajtós, egyesével kivehető, kiszerelhető, nagyon gyors, ezt nem kell szerelni, mert csak néhány mozdulat, tehát egyszer lefekszik ide, aztán pedig fölhajlik így függőlegesbe, és utána pedig ebből ki lehet akasztani egy mozdulatot, és meg lehet fogni, be lehet vinni, nem nehéz, egy ilyen 10 kilós egy ilyen ülés, úgyhogy szerintem könnyedén lehet ezzel operálni, és nagyon sok mindent tudunk variálni, mert hogy ugye ki lehet belőle venni a középsőt, akkor tágasabb lesz a hely, és arrébb is lehet egyel tenni, mint látjátok, tehát egyel arrébb lehet tenni, akkor itt egy nagyobb, tágasabb rész lesz, és akkor a középső részen végig lehet itt akár sétálni, és a két ülés egy kicsit ugye közelebb kerül egymáshoz. Találtunk benne originál sárga mellényt, amit természetesen ugye benne is fog maradni, és ide nézzetek, tehát gyönyörű szép, én nem is tudom, hogy mit csináltak ezzel, de hát nagyon nem használták el, ez biztos. Tehát a hátsó utas az ugye úgy tud ide beszállni, hogy lehajtjuk ide egyszer, aztán utána így még egyszer, és úgy tudunk oda bejutni oda hátra, és azok is ugyanez a teljes értékű ülések, amit eddig is ugye itt néztünk. És amúgy, ha lehajtjátok ezeket az üléseket, akkor van mereg pohártartó kis tálca, hogy ne a vajaskenyeret ne ide kenjük föl a hátsó szövetre. Ja, és hát elektromos ablakok, ugye ezt föl lehet itt húzni, főleg hogyha hozzáférnek, majd onnan előről fölhúzzuk, és sötétített, ugye ez is látható természetesen. Óriási helyünk van, még annak ellenére is, hogy ugye az ülések ugye itt vannak benne, de hogyha ugye ezeket szépen itt elhajtjuk, mert valaki éppen nem jön, akkor ezeket is szépen így föl lehet hajtani, és akkor lehet már is egy ekkora csomagtartónk, hogyha ugye szükséges.
Vannak itt is pohártartók, ugye ide való a roló, szép a tetőkárpit. Gyönyörűek a lámpái, ez egy nagyon szép autó, ez még mindig érdekes, hogy ugye mennyi idő eltelt azóta, ugye 2003-tól ugye 21 év, és még mindig nagyon jó, nagyon szép formájú kocsi ez, nagyon vonzó kis szerkezet. Gumik majd belekerülnek, srácokkal bepakoljuk, íme a másik oldal, bal oldalról, izofixes ugye az ülés, a négy darab elektromos ablak kezelője, meg is történt. A tükröket be lehet hajtani, ezt innen egy gombnyomással meg tudjuk tenni, ugye, és ezek az ablakok is, ugye ez a bal első, az automata, már is az is föl fog szaladni, így mi. Nézzetek meg az első ülést, ott a könyöktámasz, nincs szétkobva a pedálsor, és ez a kormány pedig tökéletes, csodaszép állapotban van. Van egy pár darab ilyen tárló rekesz benne, ilyen pluszba, itt ott amott találtok benne ilyen lehetőségeket. Aztán, ezt nézzétek meg. Elképesztő, és még ez a könyöktámasz sincs kikopva, amit általában itt azért csak könyökölnek emberek, akik itt beültek. Ez teljesen originál, ezt sohasem használták, és szerintem ez sem. Digitális automata klíma van benne, ez most nem hoztam a mérőmet, de garantálom nektek, én ezt kipróbáltam, ez jéghideg levegőt fújt, megfagyli benne mindenki, hogyha nem óvatosba használjátok. A rádió jól szól, most például nem tudom, mi szól benne, beszélgetnek, Kossuth, mi van itt, valami rock and roll, mindenhol híreket mondanak. Tökéletesen szól, vannak magas sugárzók is ott fönt az oszlopban, és fogyasztásmérő is van benne, tehát van egy borkomputer is, és ugye így néz ki a műszerfalunk, nagyon mutatós, dögös, szép, olyan jövőbe mutatós volt már akkor is, és most is szerintem rendkívül tetszetős a darab. Itt a két gyári kulcsunk, ezek is nagyon jó állapotban vannak, még ez az egyiket már gyógyították, de a másik az teljesen újszerű. Már is újra fogom indítani nektek ezt a gépet. Íme, itt jelenik meg a, ugye az ABS, a légzsák, motorcsek, olajnyomás, minden szépen ugye kialud. Ezen kívül találtok még benne majd tempomatot. Ezt be lehet nyomni, ott meg is jelenik a kis zöld lámpa. Így most kikapcsoltuk, és akkor kimegyünk vele egy kis rövid próbára. És meg itt van velünk Concerto is, mert hogy ő is hozott nektek valami jót. Azt is már is megnézzük, csak egy kicsit odaállok, hogy valaki kiengedjen majd. Tükrök ki. Na szóval, itt van velem ez a szervizkönyv Concertoval. Itt van egy 22. negyedik havi, hát ez 2 évvel ezelőtt volt egy ilyen ellenőrzés, meg olajcsere ilyenek, itt látjátok a típust, ugye mikor történt, és hogy miket végeztek el rajta. Aztán találtam benne ezt a címkét, ezt megmentettük, 22. negyedik hó 14, látjátok, akkor volt olajcseréje, és ez a papíruszunk ahhoz tartozik. Kösz! Nagyon rendesek voltak, elengedtek. Kellemes, jó kis üléspozícióm van, nagyon jó itt fönn ücsörögni, amit szeretem, az ilyen kis buszos jellegű gépeket, nagyon nagy élmény, sokkal jobb így autózni, nekem legalábbis, biztos megöregettem már, de ez egy egész más élmény, mint egy lapos kocsiba beleülni. Ilyen holtér miatt betettek ilyen üvegeket ide, hogy nagyon jól ki lehet látni ott is, hogyha valami lenne az út szélén, vagy mellettünk, akkor kilássunk oda is. Szépen egyenesen megy, kellemesen duruzsol, csendesen,
üzemanyagunk még van, egy kevés, de ezzel nagyon sokat el tudunk még menni. Itt ez a pillanatnyi fogyasztás mutatja, amikor így óvatosan nyomom, akkor vagy lejjebb megy, vagy följebb megy, és akkor van egy átlagfogyasztás, is lehet nézegetni, és még CD-t is megeszik ez a gép. Azt is tudtok még használni benne, már akkor volt benne ilyen technika, hogy CD, rádió. Vissza fogunk gurulni, és utána pedig bepakoljuk a gumikat. A felnikkel együtt, meg a kalaptartót beletesszük azt a rolót. És akkor itt van mellettem még ugye a szervizkönyv, és abban is van még egy 2020-as olajcsere címke, vagy hát egy ilyen bélyegző dátummal, szintén Toyotánál volt. Meg kell nézni alvásszám szerint, ha gondoljátok, akkor a Toyotáiknál erről ennek itt nyomának kell lenni, ennek az autónak az előéletét meg tudjátok találni. Szerintem fantasztikusan jó választás egy ilyen kocsi, még mindig szerintem még jobb, mint egy nagyon-nagyon újszerű autó. Talán szerintem tovább is fog menni, mint az újabbak ennek ellenére. Legyen a tiétek ez a masina, én meggyőződtem róla, hogy ez egy jó kis kocsi, és szeretni fogjátok mindenképpen. Köszönöm, hogy itt voltatok, ne felejtsetek el ezt megnyomni, iratkozzatok fel a csatornánkra, legyetek jók, a viszontlátásra!